Vagy gondolkodik. Hát ez hülye! Ez nem miféle kacagás? Ilyen baldasan, egy kacag! Hát ez teljesen megkibbad! Bizonyíték miatt röhög. Amikor vissza akarta szerezni a telefonját, bizonyára az övét vette, tehát a rossz telefont vitte. Tehát egy hibát vétett, amikor egyforma volt a modellig, ebből nem tudta észrevenni. Ezt jól beszoptuk. Megfojtja magát! A sajába! És úgy, hogy elállunk, mint Frank Salmon. Nézzétek ezt a buzét! Fajta behozza a szemekét! Ilyen fejlesztőket! Hogy ne csúszik a szemeket, mindig feltetni! Game show! Nem mondok olyan, hogy ide sétáltál. Persze, hogy nem. Futott. Két óráig tart, hogy vonattal ide érni. Futott. Értitek? Pörli, mi állított a vonattal? Volt könnyű útja, csak azt nem választotta. Miért? Azt nem választottam, hogy azt tudja, mi az a vonat. Mi az a vonat? Jó, buta volt, hogy nem gondolkozott, csak egyszer futott. Az valami személyes termény. Személyesítjük. Én beszélek. Látjátok? Na ezért! Szóval az ügyésznő intelligens, agresszív és nagyon szigorú. Bárkire oda csap az ostorával. És ha beavatkozol, az ostoromba fog szót ételni vele. Hogy beszéljen szájával. És de hiába fog könyörni. Jó! Látjátok meg egy ribant? Még rám? Még engem is leostoroz. Hold it! Nem bíró. Tegyen még egy vallomást. Mit mondtál, hogy felülbírálod? Ennek aztán véget akar vetni, az biztos. De az ügyésznő ragaszkodik hozzá. Hogyha a bíró mellett állt volna, biztosan már vesztettem volna. Mert ő úgy gondolja, hogy Von Karma ügyei mindig tökéletesek, és... Na, pontosan ezért kellett, hogy kemény legyek. Ha látja bennem, hogy még mindig be akarok adni valamit, akkor... Akkor azt még hajlandó meghallgatni. És azt kihasználni. Fogd be! Szóval itt kapott kovászi keze is inni. Hogy te meglátogatni egy... Azt
Hát ez hülye! Jó, most aki vakarja a fejét és a testét, és kevésen foga van. Hülye! Márti van egy gyilidokiak. Doktor vagy itt? Meg kell mutatnod valakinek. Morgan Fay Lionel Perfect. Hogy mi helyzet vele? A gyilkosság napján történt, amikor játszott a kertben. A kertben? Bizony. Akárki, aki így körül körülte átment volna, akkor észrevette volna. Szóval Mári, mit akarsz mondani ezt sem? Így komprát! Hát egy személyet nem tudta volna elintézni. És a válasz erre igen. Ez úgy van. Már persze, hogy lehetetlen. Egy emberhez bizony tényleg lehetetlen. Te szemét! Te is válaszol egy kicsit, akkor is leostorod! Még is hallgatott, és akkor is leostorod, hogy mit képzel? Mert képzeljétek, ez nagyon fog fájni. Au! Most aztán elájult. Hülye picsa. Megérdemelte. Még sok idő kell, míg Mr. White fel kell. Úgyhogy most hozza meg az ítéletet. A Maya Fey nem bűnös. Ez minden. Tárgyalás belkezdve. Talán elmondhatok pár adatot. Talán, hogyha tudnék, de... Hogy én ne essek rajta. Mi a gond? Tudod, hogy miért vagyok Phoenix Bright? Az egyszerű ügyvéd. Mert mindig igazam van. Oké, szóval nekem meg vicces. De neki ez úgy tűnik, hogy nem. Miért indulnánk? Még próbálj ki valamit. Mi ez? Egy borági? Győzött! Hogy esik? Elkér, emlékezed el, mikor látsz egy borán helyet. Elkézed arra, hogy egy. Au, 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 au! Minden este. De százszor esik le, gyakoroljon. Mindjátok is barán helye. Tövést. Még az egy próbában. Az esik se jött.
különbözőek, mint az ő csúszások. Hajd neki! Gólyan! Hajd neki! Még! Adja! Mi akkor sütti? Nem vagyok tudod, de senki! Nem azt mondjam, mire kíváncsiak! Ez vicces! Ennél hülyes szentolvi életemben nem láttam! Hogy szobájában volt. Tudjátok, mi voltak? Fogalmatok sincs, hogy milyen fáradt volt azon az éjszaka. Be volt kapcsízva! Hittek! I was put back up, sziszti! Most ide azért megyek, mondani fog még egy viccet. A kajára írt még egy viccet. Ezt nem sem mondja. Mit mondaná a sípbe? Nézd a csirkének vacsora előtt. Nice to meet you! Nice to meet you! Aki nem tudná? Ez viccesebb változatal nice to meet you-nak. Hát ilyen bajnok viccet nem lehet magyarban mondani, mert ott van viccsi, te vagy csak. Örülök, hogy kincsen látlak. Sem mondta nice to meet you!
Dar tu da mai gosti. Che cosa sta scuro io? Visto. Ma mi chiedo se ti dici. Yai. Ma come hai scelto la tua scelta? Oh, Phoenix Philly! Phoenix Philly! Dai, e che ci è questo? Questo Felix Felle. Felix Felle. Su su. That's old. Yes. Piano. Most terelje a szót azzal, hogy szeretne hívni egy pizzát. Hogy volt, hogy pizza? Azt gondolja, hogy a pizza egy bors. Zöld borsó. Ilyen. Köszönjük, a pizzát a borsóval. Együnk egyet ki is. Tényleg te béleted fel? Konzultál magával. Csak itt az idő. Baszd meg! Fú, baszd meg, milyen ronda vagy! Látjátok ezt? Ilyen egy bűnöző arca. Szóval ilyen, ez az igazi Engar. Ez Engar igazi arca. Most már elváltatlannak nézett ki, most pedig egy igazi bűnözőt láthatunk. Hát nincs más még ott. Hát még nyomozás kéne, de... Ájjjjjj, idője is. Inkább bőnös. Most figyeljük. Bűnös! Áááá, ez iszonyú ciki! Telefonhívás jött. Mi ez a hang? Gámsú hívom.
Gratulálok, Mr. Mad Engard. Legyél biztosabban, évesz ki az utolsó perceket, amennyi maradt számodra. A védelem megadja nem bűnös ítéletet. Rendben. Na most már meg akarná hozni az ítéletet. Persze azt gondolnátok, hogy azt jelenti, hogy Adrian Andrews akarta volna elítélni. De... Engard leállította a bírót. De ha animében veszik figyelembe, akkor tudom, hogy játom, mit kiáltanak. Please wait! Most kiáltja, kérem, várjon. És mi a probléma? Ha felmented, engem megölnek. Na most a... Már úgy tűnt, hogy nem akar szabad lenni, mert fél, hogy a bérgyilkos meg akarja ölni. Ezért most már láthatunk egy vádlottos breakdown. Most figyeljétek, mert egy jó vicces lesz. Figyeljétek! Kérdé! Ilyen a fejét, láttátok? Így megkarmolt. Ez aztán a meg vicces egy breakdown. A Justice forában. Csak így kiáltja, guilty. Most már nem fogja közölni a bíró, hogy a vádlott bűnös, mert már tudjuk a választ. Ha közölte volna, azt jelenti game over. A Trials and Tribulations-ben folytatjuk legközelebb. Boldog karácsonyt mindenkinek!